Na, gyere csak! Na! Ez érdekes szitu volt. Ő is udvariaskodott, meg én is. Minden gyalogosnak van elsősége, menjen ő. Kis motoros! Időben kezdi. Kicsit szabálytalankodunk. Ugye, motorok előnyei, megint csak. Kösz! Jó hangja van, szereted a motorokat? Szereted a motorokat te is? Végre én is motoroztam, már úgy hiányzik. Eladó? Van autóm, kösz! Kezd el újra a motorozást! Inkább két kerék, mint négy! Ja, kösz! Ciao. Na, jó fej, srác. Nem tudom, mennyire lehetett hallani. Azt mondta, hogy tetszik a hangja neki. Régen ő is motorozott, de már abba hagyta. Hát, hogyha ezt most látod, akkor kezdj el motorozni újra, mert sok jobból kimaradsz. Biztos, hogy tudod, mert már te is motoroztál. De kezd el, mert nagyon jó. Bazd meg, majdnem elborultam. Ő mennyi madárszar, bakker. Na, ide se farkolnék. Bakker. Na igen, a galamb az olyan, hogyha fehér az autód, feketét szarik. Ha fekete az autód, akkor meg fehéret szarik. A rohadt kis dögök. Hát ez meg miért zárult le? Szóval, hogy hogyan képzelem el a jövő közlekedését? Egy keréken. Anyádat, azt. De jók lettek. Na, húzzunk haza. Na, logoljunk egyet. Kurva, de bebasztam a fejemet. Ez még sisakban is fájt. Na, gyere fel. Onnan. Baszd meg. Hát, ha valahogy leraktam, akkor fel is jön, öcsém. Jaj. Nyert ügy. Ha-ha.
Hú. A kurva anyádat. Derék biciklista. Hát azért motorozni mennyivel könnyebb. Egy keréken. Öcsém. Köszönjük szépen Speedynek, most pedig következzenek igazi híreink. A Livut Hondát gyorshajtáson kapták, miközben Zalaegerszegre sietett, mert megtudta, hogy Artovitu clickbait videót rakott fel, és kíváncsi rá, hogy hogyan. Na szóval, mit néztünk az előbb? Kinek milyen kemény? Ja, és mekkora? Bandité nagy és kemény. 60M egy kicsi, de még keményebb. Na meg vagytok? Taps, taps. A team összejött.